Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 28. adásában. Mai első témánk a karitatív önkéntes segítségnyújtás Balázs Zsoltné Kati részéről a térség rászorultjainak. Ezt követően megismerkedhetnek a Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület társadalmi szerepvállalásával és aktuális eseményeivel. Végül pedig a galgahivízi szegény családok gyermekei részére szervezendő ajándékozásról és akadályversenyről beszélgetünk Bratkovics Attilával. Tartsanak velünk! Gondolták volna kedves nézőink, hogy közvetlen környezetünkben is találkozhatunk még manapság olyan emberekkel, akik ellenszolgáltatás nélkül a szabad idejüket áldozzák arra, hogy másokon önzetlenül segítsenek? Nos, valóban vannak ilyen emberek, és mai egyik vendégem is egy ilyen hölgy, aki két gyermekes családanya, és a szabad idejét mások segítésére áldozza. Méghozzá Balázs Zsoltné Kati az, akiről éppen beszélünk. Szeretettel köszöntelek itt, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Kati, kérlek, beszélgessünk először arról, hogy mi is a te végzettséged és a polgári foglalkozásod jelenleg? Ápolónői végzettségem van, és jelenleg házi gondozó vagyok Hévízgyörkön. Akkor, ha jól értem, már ebben a szakmai területben is megjelenik a másokon való segítés, a mások támogatása, de emellett ezt a hétköznapjaidban is buzgón teszed. Egy elég tág kapcsolatrendszerrel rendelkezel. Hogyan sikerült ezt kialakítani? Szép lassan, folyamatosan, és ezt úgy sikerült, hogy bizalom alapján, tehát én visszajelzést adok minden adomány felajánlónak, illetve adományadónak, hogy hová került az általa adott bútor, ruhanemű, tartós élelmiszer, tehát vagy fényképekkel, vagy adományát vevő levéllel igazolom, hogy nem került kereskedelmi forgalomba, hanem jó helyre, tehát ahol szükség volt rá. Ha meg kellene fogalmaznod azt, hogy te a hivatásodon kívül milyen tevékenységet végzel, vagy mivel foglalkozol, akkor mit mondanál erről? Önkéntes szociális munkás. Mióta végzed ezt a tevékenységet egyébként? Körülbelül 2007 óta, amióta élesbe megy a dolog. Tehát egyre nagyobb területen. Van két gyermeked, és ugye egy párod is. Háztartást vezetsz, dolgozó nő vagy. Hogyan fér bele mindez a tevékenység ebbe az időintervallumban neked az életedben? Hát 24-ből 48 órát dolgozom. Akkor neked ezek szerint sikerült megvalósítanod a megduplázott napokat. De mégis a két gyermekedet is önzetlenül neveled. Foglalkozol a férjeddel. Mi volt az az első motiváció, amikor úgy döntöttél, hogy mindemellett el fogod vállalni ezt a gyönyörű, szép tevékenységet? Szépen lassan. Fokozatosan alakult ki ez a dolog. Nagyon jó példaképeim voltak, akik utat mutattak ebbe a dologba. Több karitászos, illetve több egyházi személy is. Hát most, aki biztat és mindig erőt ad, az a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház vezetője, aki azt szokta mondani, hogy egy kudarc felér négy győzelemmel, és az erősít minket. Mi volt az első konkrét élményed, amikor másokon segíteni tudtál? Hát a legelső konkrét élmény, amire emlékszem, egy nagyon szegény családból származó kisfiú, játékokat gyűjtöttem karácsonyra egy szervezettel, és segítettem a kiosztásban is, és tudtam, hogy ennek a kisfiúnak a szíve vágya egy, hát a PlayStation-nek az őse, ez a kazettás, nem tudom, mi a neve. Videójáték? Igen, ilyen tévéjáték, ilyen sárga kazetta kellett bele, és a kisfiú, amikor odaadtam neki, hogy itt van karácsonyra, fogad szeretete, akkor azt mondja, Tati néni, honnét tudtad, hogy ezt szeretném? És soha nem fogom elfelejteni azt a kis maszatos arcát, és azt az örömtől csillogó szemét, ahogy rám nézett. Ezt követően hogyan jött az életedbe a többi esemény, ahol tevékenyen részt vettél hasonló szituációkban? Folyamatosan gyűjtöm az adományokat, folyamatosan juttatom el, tehát óvodáknak, iskolásoknak, nyugdíjas kluboknak,
mindenünknél pozitív visszajelzést kapok, mindenütt elismerik a munkámat, és akik adják az adományokat, mindenki megkapja a visszajelzést, hogy hová került. Tehát például van egy chipsgyártó cég, akik folyamatosan kapják a fényképeket a termékük osztásáról. Tehát így lefedezem tulajdonképpen a saját munkásságomat, és látják, hogy tisztességes munkát végzek. Említettél már néhány típusú terméket az adományok sorából, de hogyha megpróbálnánk felsorolni, hogy milyen fajta adományokról beszélhetünk itt, akkor mik ezek a típusok? A pénz kivételével minden. Tehát ami egy normális családi élethez szükséges, tehát a ruhanemű, a háztartási gépek, a bútorok, a tartós élelmiszer, tisztítószerek, tisztálkodási szerek, minden, kivéve a pénz, amit senkitől nem fogadok el adományba. Kiknek a részére juttatod el ezeket az adományokat? Itt ugye a gyermekeket már kiemelted, idősekről is beszéltél. Akkor ez azt jelenti, hogy egészen pici kortól a legidősebb korosztályig? Hát, 0-100 éves korig. Van-e itt a környéken olyan kiemelt csoport vagy klub, egyesület, akiknek mondjuk már az elmúlt időszakban többször is segíteni tudtál? A Turai Őszi Rózsa, Őszi Rózsás Nyugdíjas Egyesület többször megkeresett, hogy segítsek nekik, ezt ők egy díszoklevéllel köszönték meg, illetve a Lilium Szál Alapítvány, egy zsámboki alapítvány, akik szintén oklevéllel, de a Sűjsebi Nagycsaládos Egyesület szintén díszoklevéllel, és a napokban fogom megkapni a Boldog Teréz Anya Keresztény Egyház díszoklevelét, amely egy budapesti székhelyű keresztény egyház. Ők szintén rászorulókat támogatnak, hajléktalanokat. Nagyon szépek ezek az eredmények, ezek az oklevelek, és azt gondolom, hogy rá is szolgáltál mindenre a hálára, amit ők ilyen formában feléd közvetítenek. Nyilvánvaló, hogy ezt egyedül nem tudod véghez vinni. Gondolom, hogy a párod is támogat ebben valamilyen formában, de van-e egy olyan csoport, vagy egy olyan baráti kör, akik mondjuk még összefogásban állnak veled ebben a tevékenységben? Elsősorban igen, a családom, a párom, a lányom, sőt, mert a pici fiam is aktívan részt vesz. Hány éves is? 4 éves a pici fiú, a nagy lányom. 4 évesen már karitatív tevékenységet. Hát, amikor kenyeret osztottam egy fél éven keresztül Bagon, minden szombaton, akkor a pici fiam pakolta a szatyrokat bőszen. A 18 éves lányom szintén aktívan részt vesz, tehát a ruhanemük gyűjtésében nagyon sokszor ő van otthon úgynevezett ügyeletben, amikor csöng a telefon, hogy hoznak 15-20 zsák ruhát hozzánk. Illetve hát a családsegítős gyerekjólét is kolléganőim, akik jelzik, hogy hová, mire van szükség éppen. De a galgamenti települések polgármesterei, alpolgármesterei is meg szoktak keresni különféle kérésekkel. Helyileg hol laktok, illetve hová lehet akkor vinni ezeket a dolgokat, hogyha valaki mondjuk felajánlásokat szeretne tenni ilyen tárgyi formában? Bagon lakom helyileg, de a családsegítős kolléganőim, családsegítős gyerekjóléti is kolléganőim is szívesen átveszik ezeket az adományokat, nagyon nagy szükség van. Tehát a családsegítő irodába lehet akkor ezeket igen, elsősorban eljuttatni? Igen, minden településen van ilyen iroda, és ők nagyon szívesen átveszik. Beszéltünk itt a Galgamenti régióról ugyan, de ha jól tudom, akkor te már Kolontárra, Devecserre is juttattál el támogatásokat, adományokat. Hogyan jött ez az egész meggondolás, illetve milyen élmény volt ez számodra ott lenni? Kolontár, Devecser volt a második katasztrófa, ahol voltunk. Oda a családommal együtt mentünk le, mivel nem tudtunk szállító támogatót keresni, tehát aki leviszi az adományokat, egy személyautó, illetve egy 2x2-es utánfutó megrakva, amire nagyon büszke vagyok, hogy plusz 40 kiló kenyeret adott az aszódi békség, akkor frissen szeletelve, és ez a kolontári katasztrófa után az 5. napon volt. Nagyon jól fogadták,
és nagyon szörnyű élmény volt. A nagylányomat direkt oktató célzattal vittem magammal, a picit meg nem tudtuk hová tenni, tehát hogy lássa azt, hogy az emberi felelőtlenség mikre képes. Az Szendrő-Edelényi árvízkatasztrófához kaptunk szállítóeszközt. Tulajdonképpen ott ismerősem lakik a környéken, és az ő segítségével tudtuk azt biztosítani, hogy a környékbeliek felajánlásai jó helyre kerüljenek, tehát eljussanak azokhoz az emberekhez, akik tényleg rászorulók. Milyen érzés volt egy ilyen nap után lefeküdni és a családoddal hazatérni az otthonodba? A kolontárdevecseri az maradt meg nagyon, amikor kijöttünk, tehát tulajdonképpen rendőrautók állták el az utat, úgy mehettünk be, és amikor kijöttünk, akkor lemosták az autónkat, és percekig nem tudtunk megszólalni. Akkor a mély nyomot hagyott ez a dolog bennetek ezek szerint? Szörnyű volt, tehát az, amit a televízió mutatott, nem adta vissza. Tehát tulajdonképpen a televízióban azt látta az ember, hogy egy barna sáv és kész, de ott lenni és látni az embereknek a szemébe a rettenetet, meglátni azt, mikor kivettük a kenyeret az autóból, hogy nem mohón rákaptak a kiló kenyérre, hanem mindenki kivett egy szeletet, mert pont ebédosztásra értünk oda, kivett egy szeletet és adta tovább a csomagot, hogy a következő is vegyen. Tehát az összetartás az... Az példaértékű volt ezek szerint, ahogyan ezt elmesélted, és hát nektek pedig sikerült ezekbe a félelemmel teli szemekbe egy pici örömfényt lopni, igen, úgy érzem. Van-e mostanában olyan nagyobb megmozdulás, amire mondjuk már elkezdtetek gyűjteni, vagy ami tervben van a közeljövőben? Folyamatosan történik a gyűjtés. Most jelenleg van egy hatalmas felajánlás, amit a térségbe szállítunk, majd le, ha sikerül szállítót találni. Ez 3 hatalmas teherautó bútor. Kiknek a részére? Rászorulók részére. Az egyik teherautónyi bútorra igény tart Kartal nagyközség, a másik 2 elvileg túrára megy, gyakorlatilag ahová szükség lesz rá, oda kerül. És akkor ezek alapján, hogyha bárkinek valamilyen nehézsége van és szüksége van, mert szorult helyzetbe kerül, szüksége van tárgyi eszközökre vagy adományokra, akkor is a családsegítőn keresztül meg tud téged keresni. Igen. És ti tudtok ebben segítséget nyújtani. Igen, igen. Azt gondolom, hogy csodaszép dolgot csinálsz, és azt kívánom, hogy nagyon sok hasonló érzésű emberrel találkozz, hogy ez a csapat ez bővüljön folyamatosan. Sok erőt és egészséget kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm. Vendégem a stúdióban Marinka Sándorné Itza néni, a Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke. A Turai Nyugdíjas Klub és Dalkör 31 évvel ezelőtt alakult meg, és azóta töretlenül működik, némi változásokkal. Hogyan alakult ennek a története, Itza néni? A Pápai né vezette, amikor a Mosoly Együttes megalakult, Pápai né, Pani néni, utána, annak a halála után átvette Kóti Gabi bácsi és Pece Ferencné Ilonka néni a klubvezetést, majd amikor ők betegségükre való hivatkozással úgy gondolták, hogy már ők ezt nem bírják tovább, mert hát az elég megterhelő volt szervezkedni, meg rendezvényeket csinálni, hát egy kicsit megterhelő volt, már úgy gondolták egészségi állapotukra hivatkozva, hogy ők ezt feladják, és akkor átvett bennünket Sára Ferenc, hát az ő népművelő volt, iskolaigazgató Györkön is, meg hát ilyen a világon nem tudom hány ember van, aki jobban szerette ezt a népművelést csinálni, és ezt a népi hagyományokat vinni, mint ő. Hát imádta, és hát, de viszont meg is követelte, hogy azt úgy csináljuk, ahogy az ősök csinálták annak idején. És hát én úgy voltam vele, hogy ebbe a nyugdíjas klub vezetésbe én úgy beleestem, mint Pilátus a krédóba, mert ugye Pestre bejártam
maszekba egy kicsit takarítgatni nyugdíj mellett. És hát sajnos beteg lett a Feri, és akkor Illus, te úgyis Pesten vagy, hát te tudod ezt, hova kell menni, intézel most ez ilyen gyűlést, ez olyan gyűlés, jegyzetezd majd hozzád, és akkor megtudjuk, hogy miről volt szó. Hát jó van, próbálgattam segíteni neki, aztán ugye, hát még élhetett volna, még nagyon sokáig élhetett volna, de hát ugye a betegséget senki nem veszi a bódba, az jön. Jön magától. És hát ugye elszólította a Jóisten közülünk, úgyhogy itt hagyott bennünket. És úgyhogy még a 6 évvel ezelőtt a farsangot még hagyta nekünk, hogy megünnepeljük, és rá 2 hétre meghalt. Úgyhogy, és akkor utána ugye jött a választás, hát te már úgyis benne vagy, tudod Pesten, hova kell menni. Hát úgyhogy ön vette át a stafétát. Egyöntetűen rám szavaztak. Hát hagyd ne mondjam, hogy hát tudtam volna, hogy az egyesületi vállás, hogy ilyen nagy felelősséggel jár, meg ilyen sok munkával, hát bizony megmaradtunk volna csak sima klubnak. 4 évvel ezelőtt váltak egyesületté. Mik ezek a feladatok, amik itt az elnökséggel járnak, illetve ami az egyesületté válás óta felmerült? Hát én egymagam nem csináltam volna, mert ha fizikai munkáról van szó, akkor nem ijedek meg. De az irodai munkától, mint tömjén, az ördög a tömjén füstő, úgy írtózok, úgyhogy hál' Istennek van egy nagyon jó szakemberünk, aki most már aktív nyugdíjas klubtag. 2 évig úgy csinálta, hogy nem volt még, csak támogatói klubtag volt, mert még dolgozni járt. De most már aktív nyugdíjas, és ő ingyen is bért mentve csinálja nekünk a könyvelésünket. Meg a titkárunk is olyan, hogy ő is irodán dolgozott. És így a pályázat leséstől, a pályázat íráson keresztül Tótné Julika, ő csinálja nekünk, és hál' Istennek el ne kopogjam, szerencsésen. Igen, ha jól tudom, akkor több sikeres pályázatuk is volt, amit megnyertek. Milyen dolgokat sikerült megvalósítani a pályázati forrásokból? Hát az elsőből, amit az csak kirándulásokra ment és rendezvényre. A második az egy gyönyörű volt, az 450 ezer forintot nyertünk. Hát az el voltunk ájulva, hogy hát ez nem létezik, mert ugye csinálta az iskolának is alapítványt, azt is a Julika írta, és hát ők csak 200-at nyertek. Hát olyan boldogok voltunk, hogy hagyd nem mondjam el. Mire akkor sikerült elkölteni ezt a nagy nyelmét? Hát ugye amire kértük, arra kellett elkölteni. Hát nyilvánvaló. 2 hatalmas nagy sátrat vettünk, az 3 kis sörsátorral, akkor számítógépet vettünk, nyomtatót vettünk, kirándulni voltunk belőle, a konyhai edényzetet, tálaló edényzetet bővítettük ki. Hát ugye akkor tisztítószerekre is kellett belőle, mert hát ugye meg volt szabva, hogy mikre lehet fölvenni, igen. És hát ha nem úgy számolunk el vele, ahogy amire kellett fölvenni, hát akkor bizony. Nem is csoda, hogy ennyi eszközre van szükség, hiszen önöknek nem csak nyugdíjas klubuk és dalkörük működik, hanem ehhez egy komplet nyugdíjas ház is rendelkezésre áll. Hogyan sikerült ezt a házat kialakítani, illetve mióta van egyáltalán ez a lehetőség önöknek? Hát ez a ház, ez már nagyon-nagyon régóta úgy szállt a településre, hogy egy idős tanító néni lakott benne a testvérével. És ez valamikor úgy hagyta a településre ezt az ingatlant, hogy idősek részére hasznosítsák. Hát ebben volt minden, csak idős ember nem. Hát csak a tanítók nem mentek, no, de viszont nem feküdt ez csak úgy barlangon ez az épület, mert volt gazdaszonyképző, ilyen hátrányos helyzetű gyerekek tanultak benne, akkor meg ilyen nővérképző, vagyis ilyen, hát olyasmi ilyen védőnői szolgálatot, hogy a gyerekeket hogy kell tisztába rakni, meg hogy kell etetni őket, hát ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek volt ilyen képzés ott. Utána az iskola gyakorlati órákat tartott ott. Ugyanúgy lányoknak ugye főzés, varrás, meg hát ilyen technikai dolgok, akkor a fiúknak megint a nagy terem elő, az megint ugyanúgy azoknak is be volt rendezve, ilyen barkács műhely volt ott nekik. Úgyhogy ki volt használva végül is. De aztán egy pár éven keresztül üresen állt.
És akkor ugye volt a polgármesterváltás, és hát akkor én ugye abban az évben kerültem ebbe a posztba, amiben vagyok, hogy én lettem a vezetőségi, és az elnök a nyugdíjas klubba, és akkor hát mentem a polgármester úrhoz, hogy mondom, most hát addig üsd a vasat, még meleg, hát ő is új, én is új vagyok, hát valami majd csak lesz. És akkor mondtam neki, hogy hát mi a kérésünk, meg mi az óhajunk, mert ugye a művelődési házban volt nekünk hely, csak az annyira életveszélyessé vált, hogy azt lebontották, azt a kis mellék, vagy régi épületet. A nagy terem az meg ugye mindig zsúfolva volt, mindig annyira persze pontosan be voltak osztva, hogy nagyon ritkán tudtunk úgy menni próbára, hogy most van helyünk, most itt leülhetünk, itt végig lehetünk ott. Hát aztán a polgármester ugye meghallgatta a kérésünket, és azt mondta, hogy na akkor ettől kezdve a nyugdíjasok megkapják ezt az ingatlant. Hát ugye mentünk takarítani, mentünk pucolni kifelé a gaztól, a piszoktól, a szeméttől, mert festettünk, meszeltünk, mázoltunk, amit csak kellett. Úgyhogy június 30-án, ugye akkor vettük birtokba, négy évvel ezelőtt vettük birtokba ezt a nyugdíjas házat. Hát ugye van hozzá egy 6 tűzhelyes konyha, ami ugye a gazdaszony képzője volt, és azt, hogy hát elbontsák, elhogy bontsák. Hát nekünk az olyan csodálatos volt. Tökéletes a vendégeknek. Igen. Az étel elkészítésére, igen. Amikor megérkezik. Hát nyersanyagárban meg tudjuk főzni az ételt nekik. Hát hagyd ne mondjam, hát ugye szakács voltam, dicsekszek, nem dicsekszek. Szakács voltam 40 éven keresztül, hát azt vállaltam. Nagyon jól jön egy ilyen helység. Igen, és annyira csodálatos így, hogy minden hónapban tudunk rendezvényt csinálni. Milyen rendezvényeknek ad otthont egyébként? Egy tál ételeset, vendéglátást tudunk lebonyolítani. Hát mi mindig találunk okot arra, hogy rendezvényt csináljunk. Tartunk már fiúk napját, nőnapot, anyák napját, május 1-e, március 15-e. Minden hónapban van valami rendezvényünk. Ha más nem, akkor összeülünk az udvarba, mert gyönyörű nagy udvarunk van, hatalmas nagy diófákkal, van pincehelyiségünk. Úgyhogy csodálatos helyünk van, és hát ha más nem tudunk, akkor összeülünk, nyársalunk az udvarba diófák alatt. És úgy tudom, hogy a névnapokat is szokták tartani. Azt is tartjuk, azt már úgy tartjuk, hogy mindenki, hogy is őszi randi címen. Őszi randi, őszi és randi. Mindenkinek közös a És akkor mindenkinek is. Egy napon letudjuk a névnapját, egy szál virággal, egy tál étellel letudjuk. A fiúk, amikor fiúk napját tartjuk, akkor csak a fiúk kapnak, hát ugye megkapják azt a kis felest, kis díszcsomagolásba is, hát az csak az övéké. Aztán hát ugye vannak ilyen, kirándulni szoktunk menni, voltunk már Jászapátikba fürödni, nem Miskolctapolcán, hanem Zsóriba, Ceglédre szoktunk, ott nagyon csodálatos a víz is, a körülmények is. Akkor voltunk Országházba, voltunk a Mátyás templomba, voltunk Szalajka völgybe, Egerbe, akkor Szilvásváradon. Elég sok felé elmegyünk kirándulni. Attól függ, hogy mennyi támogatást kapunk, vagy mennyi pályázat jön össze. Akkor ezek szerint az anyagi források azok a támogatásokból, illetve a pályázati pénzekből valósítottak? Hát meg a tagdíjból. Meg a tagdíjból. De hát ugye az, hogy minden hónapban rendezünk egy ilyen egytálételes kis vendéglátást, hát az a 2500 forint egy évre, hát az nem lenne elég az, hogy havonta rendezzünk, de úgy vagyok vele, hogy aki nem meri vállalni a busz utat, ha kirándulni megyünk, hogy az se érezze magát hátrányos helyzetbe, akkor otthon csak el tudják hozni ki, egy kocsival behozzák, ha másképpen nem, és egy felszabadult délutánt együtt tölt a többiekkel. Azonban nem csak a kikapcsolódásra van lehetőség önöknél, hiszen versenyeken is megmérettetik magukat, illetve legalábbis régen nagyon sok szép eredményt értek el, nem tudom, hogy ez mostanában hogyan alakul, de én úgy tudom, hogy a Vas Lajos Népzenei Versenynek állandó résztvevői, illetve ezen kívül a Kóta minősítő versenyein is gyönyörű szép eredményekkel gazdagodtak. Hát igen, de akkor az minden héten keddi napokon tartunk próbát, főleg, hogyha valamilyen nívósabb, rangosabb versenyre készülünk.
akkor kicsit erősebben készülünk rá, akkor van segítségünk is, a kis Anita. Hát Szita Eszter volt, de hát Szita Eszter ugye kicsit túl volt már terhelve, és hát így az Anitát kértük meg, hogy hát segítsen nekünk, amikor így nagyobb, erősebb megmérettetésre megyünk, meg hát segítsen nekünk összeállítani a csokrokat, még ha csak szomszédolásba megyünk is. Melyik volt az az eredmény, amire a legbüszkébbek ez idáig? Hát aranypávadíjunk volt, és kaptunk egy külön díjat, amivel kaptunk külön 70 000 forintot is. Tehát az a pénz, az úgy jött, mint derültékből, villámcsapás, csodálatos volt. Rögtön el is mentünk egy kirándulásra belőle utána. De hát az nem most volt, az már 3 éve volt, de akkor is nagyon jó jött. És hát minden fillért megköszönünk, meg hát minden fillérnek van helye. Hát próbáljuk ugye a támogatóknak is mindig megköszönni a segítséget, hát nem anyagiakba, és hogy nem pénzbeli támogatást adnak, hanem például a pékségtől kapjuk a finom pogácsát, a kenyeret, a domoszlai pékségtől, a H&H pékségtől, oda mindig kuglófot kapunk. Úgyhogy az egy vendéglátáshoz, hát ez csodálatos, és nagyon jó jön bármikor. Innen Galgahévízül a Tarnyik Dénestől savanyúságot szoktunk kapni. Van a Balázsné Katika, az szokott nekünk segíteni, ha tésztát, meg rizsát általa szoktunk kapni. És ez egy kicsit úgy, hogy mondjam, úgy átsegít bennünket az anyagi nehézségeken, mert hát annyival kevesebbet kell költenünk a klubpénzből, amit így ajándékba kapunk. Hát mindenkinek, amennyire tudom, megköszönöm. Úgyhogy hát a többen nem egy turai zsebkendővel, vagy egy üveg üdítővel, vagy egy üveg borral, az, hogy kitől kapom. De hát hívom őket, amikor rendezvényünk van, hogy jöjjönnek közénk. De hát mondom, hát ilyen öregek közé nem akarnak jönni, pedig jaj, de jókat tudnak mulatni, mikor eljönnek. Nem bánják meg utána. Nem bánják meg utána. Itza néni említette a turai zsebkendőt, és ha jól tudom, ezek saját logós zsebkendők. Hogyan néznek ki ezek a zsebkendők? Hát lenne a táskámban van egy, azt majd, ha vége lesz, akkor ha elfogadja, odaadom Barbarának. Nagyon szépen köszönöm. Hát a turai őszi rózsa, hát ez a Luk hímzett. Hát az az emblémája, az a logója a klubunknak is, meg a nevünkben is benne van, hogy turai őszi rózsa nyugdíjas egyesület vagyunk. És hát rajta van a háztáblánkon is, oda is bele van vésve, az őszi rózsa a nevünk elé. És hogyha jól látom, akkor itt most szintén turai népviseletben van Itza néni. Igen. És rózsák vannak ezen a blúzon is, amit Igen. ön visel. Mik ezek az elemek, amikből összeáll ez a gyönyörű, szép színes viselet? Hát ahány település, annyi szokás, meg annyi elnevezés. Hát ugye nálunk a blúzt az bujkának hívják. Bujka. A kötény az a kecele, Igen. és van a szoknya. Hát a szoknya az szoknya. Több szoknyából áll egyébként? Hát mi nálunk nincs keményített szoknya, mint itt Hévízen, Györkön, Bagon, Kartalon, ott ugye sok fehér keményített szoknya van. Igen. Hát nekünk nincsen olyan sok fehér szoknyánk. Nekünk a csörgős csak, szoknyák. Igen, nálunk csak úgy mondják, hogy van a pendely, igen. az ami így... Az alsó szoknya. A legalsó szoknya. Azután van egy fehér ráncos szoknya, ez alá még jönne egy alsó szoknya, de hát ide most elég volt ez, mert másképp nem férnék a székbe. És a színes felső szoknya van akkor legfelül ezek Igen. szerint. Igen, hát ugye vannak nagyon ünnepi formák, amikor a nagy sejemkendő, a fehér keményített féling, a fékető az asszonyoknak. Hát ugye már megkaptuk, hogy hát a piros pántlikás, aranysújtásos fékető már nem illik a mi fejünkre. Csak hát könyörgöm. Miért nem? Mert már mi idősek vagyunk ahhoz, hogy mi azt fölvegyük. Az a fiataloknak. Az a fiatal menyecskéknek a viselete volt. Értem. De hát úgy átadnánk, csak lenne, aki fölvegye. Nincsen utánpótlás nincs, egyelőre. Sajnos egyelőre nincs. Habár most úgy néz ki, hogy újra összeáll a legutolsó néptánc együttes pártagja is. Nagyon reménykedünk benne, hogy csak egy kicsit visszaföléled a turai néphagyományőrzése és a táncokkal, meg a ilyenben. Habár most a Mikulás karácsonyi ünnepségen
akkor már nagyon szépen együtt voltak, és olyan jó volt nézni őket. És olyan jó volt nézni őket, hogy olyan... Miért, nem tudom, hogy miért félnek tőle, hogy miért nem akarnak a turaiak fölvenni a turai ruhát. Mondjuk jó, biztos, hogy a turai, hát nem csak a turai, a népviselet az tartást igényel. Ugye nem olyan, hogy ha azt fölveszi az ember, azt viselni tudni kell. Tudni kell hordani. Viselni kell. Jó, hát én is nagy darab vagyok, de hát megpróbálom, amikor a színpadon vagyok, akkor behúzni a hasat, kinyomni a falat. És akkor úgy állunk, áll rajtunk a ruha szépen. És hát ezt kellene tovább vinni, de hát félünk, hogy most ugye bár az óvodások, de hát ők még olyan kicsik. Meg a viganósok, hát a viganósoknál ott van néptánc oktatás, csak ott meg az a szívfájdalmunk, hogy ha már nem veszik is fel a turai ruhát, mert mindenféle ruhába táncolnak, meg csodálatosan táncolnak azok a gyerekek, most volt az a Mikulás napi rendezvény, nem a Mikulás napra, a fiúk napja. Egybe volt az őszi rendezvú, a fiúk napja, meg a idősek világnapja októberben. És eljöttek, és megkértem őket, hogy az jöjjön el, aki turai ruhát vesz föl lányok közül. Hát olyan gyönyörűek voltak benne a lányok, hogy hagyd ne mondjam. Úgy akkor mégiscsak fölveszik fölvették, a turai népviseletet. Fölvették, mert szeretnek bennünket, és eljöttek. Műsort adtak nekünk, és fölvették a turai ruhát. És mondtuk is nekik, hogy hát gyönyörűek vagytok benne, csodálatosak. Csináltunk is egy jó pár fotót is róluk, úgyhogy együtt vagyunk. Hát még ha lehetne, szeretnék köszönetet mondani egy pár embernek. Csak nyugodtan. A mindenek előtt a polgármester úrnak és a családjának, meg a hivatali dolgozóknak, hogy megkaphattuk ezt a csodálatos helységet, ahol tényleg nagyon jól érezzük magunkat. Hát ugye a segítőinknek, a pékségeknek, mind a kettőnek, Domoszlainak is, a H&H pékségnek is, Tarnyik Dénesnek, a szódavizet, aki hozzá, Mártikának, a Balázsné Katinak, Bagra, a Sándor Irénkének, hát ő egy kis pénzbeli adományokat, nem csak a tagdíjat szokta fizetni, hanem ő festő, fest is, és akkor, ha el tud adni egy-egy képet, akkor mindig juttat a klubnak is belőle. Úgyhogy olyan aranyos, hogy ha másképp nem, azt mondja, ha én örülök, örüljetek ti is. És akkor az olyan jó esik az embernek. És hát még hát nem hagynám ki a férjemet sem, mert hát őnek is köszönettel tartozok, hogy hát a háttérmunkát ő otthon nagyon sokat besegít. És hogy tényleg nem győzök eléggé hálás lenni nagyon sok embernek, hogy a dalkörnek, meg amikor rendezvény van, akkor ugye ők a erősítés, ő az a kemény mag, ahogy mondani szokták. Ugye a terítéstől kezdve takarításig, az utolsó pohár még el nincs mosva, el nincs takarítva a rendezvény után, addig együtt vagyunk. Nem csak dalolnak, hanem dalolva takarítanak és pakolnak is. Igen. És úgyhogy nagyon szeretünk együtt lenni, és sokszor úgy érzem egy ilyen rendezvény után, számtalanszor volt már úgy, hogy abba hagyom. Mert mikor az ember, úgy, van, amikor kicsit úgy padlót fog, és amikor úgy bebeszólnak, mikor tényleg szívvel, lélekkel csinálja az ember, meg oda teszi magát, és hogyha ezt más... Biztos, hogy jobban csinálnám, majd nem csak én tudom ezt csinálni, mert ezt más is meg tudnád csinálni. Csak amikor csinálom, és akkor olyan, mintha beléd rúgnának, és akkor kell lesz neked. De mikor van egy rendezvény, és mikor a 110 főből 90 ott van, hát akkor velem madarat az lehet fogadni. Érzés. Hát akkor velem madarat lehet fogadni. Hát akkor azért mégiscsak szeretnek engem az emberek. Biztosan így van. Van a klub helységünket, ugye odaadjuk. Volt nálunk ez a Rehab ZRT jött hozzánk, cipőt csináltatni, ilyen gyógycipőket. Hát a városba 170 embernek csináltattunk így cipőt. Oda jöttek, eljöttek, meg méretet vettek, mert lehozták a cipőt, akinek valami gond volt vele, visszavitték, akkor újra meg helyrehozták, ami nem passzolt. Hát akkor ugye volt nálunk református mise, akkor a tábor, ez a
Gyermekeknek? Gyerekeknek, ez a családsegítős tábor. Igen, azok is ott nyaraltak, ott voltak 2 hétig a mi házunkban. Hát, hogy meg aztán ugye segítek nekik, a konyhánkat is kihasználjuk, mert amikor van a falu múzeumban ez a kézműves tábor, akkor ugye Ica néni megfőzi nekünk a jó kis gulyást. És Ica néni megfőzi. És olyan örömmel jönnek, értem, még olyan örömmel segítek bárhova kérnek, vagy szólnak. Úgyhogy remélem, hogy nem sok haragosom van, meg hogy hát nem bántottam még meg senkit, főleg akarva nem. Ha véletlenül, akkor hát megpróbálok mindenkitől bocsánatot kérni. De hát szándékosan biztos, hogy nem csinálom, de hát ha így megy még egy darabig, meg így hozzáállnak az emberek, akkor meg így viszonyulnak, a meghívásoknak így eleget tesznek, akkor az olyan jó érzés. Itzonén, én azt kívánom, hogy ez a jó érzés, ez maradjon meg még nagyon-nagyon sokáig, és sok sikert kívánok a jövőbeni megmérettetésekhez, és kívánom, hogy sok meghívás legyen, ahol ezt a sok örömet majd kamatoztatni tudják. Köszönjük szépen. Hát most az első meghívásunk az már mindjárt Kartára szól, 28-án egy farsangi bárra, miénk az majd február 18-án lesz, úgyhogy kezdődik nálunk is majd a nagy üzem. Most egy kicsit téli pihenőnk volt, aztán de most kezdődik majd a nagy üzem. A 2012-es év mulatozása. Igen. Éca néni, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam, és hogy itt lehettem. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Vendégem a stúdióban Bratkovics Attila, a Galgahévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, aki emellett hivatásos tűzoltóként is tevékenykedik Budapesten, és akiről tudni kell, hogy az elmúlt év során már több jótékonysági megmozdulást is szervezett saját felindulásból az ő körülötte lévő barátok és támogatók segítségével. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Attila. Kérlek, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen jótékonysági dolgok voltak ezek, amit te szerveztél az elmúlt év során, és miért éppen ez a vonulat jelent meg az életedben a tűzoltóskodás mellett? Én is szeretettel köszöntelek, és köszönöm a lehetőséget. Hát ez ilyen fanatizmusra vezethető vissza ez a dolog, ugyanis én gyerekkorom óta ilyen közösségben nőttem fel, tehát a sport és egyéb ilyen szerveződésekkel. Annak idején ugye úttörők és dobos mozgalomban már voltak ilyen tűzoltó szakkörök és egyéb ilyen elfoglaltságok, és akkor én elhatároztam már, hogy ha én abba a korba érek, akkor fogom a gyerekeknek ezt tovább oktatni, vagy pedig szervezni ilyen programokat. Tudni kell, hogy az elmúlt évben szerveztünk egy elég nagy volumenű gyűjtést, ami a Madarász utcai rákbeteg gyerekeknek a megsegítésére ment. Ezt Mikulás alkalmára szerveztük. 2 krampuszlánnyal és jómagam voltam a Mikulás. Közel 27 banános karton ajándékot tudtunk elvinni a Madarász utcai kórházban, amiben játékok, mesekönyvek, egyéb ilyen dolgok voltak, plusz egy 82 cm-es LCD TV-t videómagnóval, ami a közös nappaliba szolgálja azt a célt, hogy a gyerekek az ott töltött időt kicsit kellemesebben tudják tölteni. És emellett te szerveztél egy tábort is nem olyan régen, a gyermekek részére kifejezetten, Galgahévízen, a futballpályán. Igen, ez tavaly előtt évben volt. Tavaly egy kis visszavetés volt ebbe a dologba, szeretnénk hagyományt, és idén már újra fogjuk ezt szervezni. Ez egy rendvédelmi tábor volt, napközi és jelleggel. Reggel jöttek a gyerekek, este 6 óráig voltak nálunk, 10 órai ebédet és uzsonnát kaptak. A program pedig úgy állt össze, hogy a délelőtt folyamán mindig kiemelt előadók jöttek különböző témákban. Volt környezetvédelem, volt elsősegélynyújtás, volt közlekedésbiztonság, tűzoltósággal kapcsolatos, és főként, amire nagy hangsúlyt helyeztünk a drogmegelőzéses programban, nagyon komoly előadók voltak, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kellene védjük, ugyanis nagyon elszapadott Magyarországon is sajnos ezek a drogos dolgok, aminek a megelőzésére azt gondolom, hogy nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a gyerekek szembesülnek azzal, hogy
mik a drognak a hatásai, mik a következményei. Plusz még az, hogy főként arra a csoportra irányult ez a táborszervezés, aki olyan gyerekeknek, akik igazából önerőből nem tudnak eljutni sehova a nyári szünet a idején üdülni, mert a családnak a anyagi lehetőségei nem úgy engedik. Sikerült ezt a tábort 50 fővel úgy megszerveznünk, hogy a szülőknek nem került egy forintjába sem. Tehát az előadók is ingyen bérmentve jöttek el megtartani az előadást, plusz nagyon sok galgahévízi lakos, vállalkozók, szponzorok, a Polgári Szövetség, akkor a Tűzoltó Szövetségtől is kaptunk erre anyagi támogatást. Az alkalmak azok különbözőek voltak, de cél azt gondolom, hogy minden esetben közös volt, méghozzá az, hogy a hátrányos vagy kevésbé hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek a segítését megszervezzétek valamilyen formában. És az idén is egy ilyen megmozdulásra készültök, méghozzá a húsvéti ünnepkör alkalmával. Igen, hát most a húsvétot tűztük ki célul, hogy húsvét alkalmával szeretnénk olyan családokon segíteni, akik az utóbbi egy-két évben nagyon nehéz helyzetbe kerültek, akik igazából most élik át azt, hogy eddig tudtak egy normális család életet élni bizonyos keretek között. Sajnos ezek a válsága hozta helyzetek, nagyon sok családot sodortak elég mélybe, ami főként a gyerekeken csapódik le, úgy ruházkodásban, iskolai felszerelésekben, játékokban. Erre irányul most a gyűjtésünk, hogy minden családot vagy lakosságot itt a helyi kereteken belül meg szeretnénk kérni arra, hogy akiknek otthon van olyan használati tárgy, vagy iskolás dolgok, táska, amit az ő gyerekük esetleg megtehetik az, hogy újat kapnak, de még a régi használható cipők, mert nagyon sok esetben látjuk azt, hogy télen is félcipőbe járnak a gyerekek. Tehát ruházott gyerekjáték, iskolai felszerelések, vagy bármi, ami lehet, hogy nekünk már nem jelent semmit, de annak a családnak, aki rászorult, annak a nagyon kicsi is nagyon sokat jelent. Ha jól tudom, akkor ebben a jelenlegi felajánlás, illetve adománygyűjtési szakaszban a galgahévízi családok gyermekeire koncentráltok, de ezen kívül, hogyha annyi felajánlás összegyűlik, hogy ez még másokhoz is eljuthat, akkor a térség további családjainak gyermeke részére is eljutatjátok ezeket. Igen, én most ezt úgy szeretném az egészet lebonyolítani, hogy elsősorban a helyi lakosságnak, aztán bízva az emberek jó szándékába, ha sikerül több olyan anyagot összegyűjteni, akkor ezt ki szeretnék majd terjeszteni a továbbiakban az egész Galga mentére, ugyanis a Madarász utca gyerekkórház gyűjtésnél is nagyon jó tapasztalat volt, hogy nem csak a galgahévízi lakosok, hanem a környező településekről is, olyan helyről is, ahonnan nem is számoltunk vele, jöttek fel ajánlások, és hozták a gyerekeknek az ajándékokat. Hogyan támogat mindebben a galgahévízi önkormányzat, illetve melyek még azok a további szervezetek, akik részt vesznek ebben a gyűjtésben? Hát polgármester úr, a galgahévízi önkormányzatról mondhatom azt, hogy teljes mellszélességgel mellettünk áll, úgy a képviselőtestület is, úgy anyagiban, meg úgy az egésznek a meghirdetésében, lebonyolításában. Plusz van a Galgahévízi Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat, aki szintén jelezte, hogy partner ebbe a dologba. Van egy egyesület, az Emberséggel és az Emberért Egyesület, aki szintén van egy galgahévízi képviselete neki. Ők úgy szintén, ők már segítettek a Madarász utcai gyűjtésben is. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület továbbra is folyamatosan támogat bennünket, és ugyanúgy, mint az elmúlt években a Katolikus Egyház a Miklós Kristóf atyával szintén mellettünk áll a Galgahévízi Katolikus Egyház közösségnek a karitás csoportja. Hová lehet az adományokat, felajánlásokat eljuttatni, amiket gyűjtötök? Szórólapok fognak megjelenni már a mai naptól az üzletekben, a postán, iskolában, óvodában, egyéb olyan helyeken, ahol sok ember megfordul. Ezen fel vannak tüntetve a telefonszámok, akiknél érdeklődni lehet. Az adományokat pedig nálam, illetve a Emberségért és Emberért Egyesület képviselőnél, a Kölesné Földes Timánál, vagy pedig a polgármesteri hivatalban a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatnál Rabni Harka Judit és Litkeiné Pető Anna szintén fogadja ezeket a felajánlásokat, illetve ugyanúgy, mint az előző gyűjtésnél az egyház részéről, a parókián, az atyánál szintén el lehet helyezni.
Azonban ez a jó szendékú program, ez nem zárul le teljesen az adományozással, hiszen ha jól tudom, akkor terveztek egy olyan programot is, ami kifejezetten a gyermekek részére egy ügyességi vetélkedő sorozat verseny lesz majd. Igen, szeretnénk a húsvét keretén belül, mivel a családok annyira elfoglaltak, és úgy gondolom, hogy a szülők nagyon kevés időt töltenek a gyerekekkel, egyre kevesebbet sajnos ebben a rohanó világban, és szeretnénk a tavaszi szünet megkezdésétől a húsvétig bezárólag egy napot majd találni, ami talán reményeink szerint a legmegfelelőbb nap lesz, hogy csinálnánk egy szülőkkel egybevont családi vetélkedőt, ahol a gyerekeknek különböző feladatok lesznek, ilyen régi hagyomány szerint akadályverseny megnevezéssel különböző feladatokat kell teljesíteni, aminek lesz majd egy értékelése, és a végén pedig szeretnénk egy ilyen nagy össznépi gyerekek, szülők együtt egy közös nagy nyársalást vagy bográsolást, és azzal zárnánk majd a napot. A tűzoltó tevékenység, illetve ez a szakma egy elég megterhelő hivatást jelent. Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni ezzel a jótékonysági tevékenységgel, amit végzel? Hát nagyon nehéz. Szerencsém az benne, hogy a munkahelyemen is tudják, hogy ilyen fanatista szervező vagyok, vagy nem is tudom, hogy nevezzük ezt, és jó szándékú adakozó. Igen, és maximálisan megkapok minden támogatást, tehát úgy időben a kollégáktól is, és a vezetőimtől is, amit előre itt ezúton is meg szeretnék köszönni tőlük, tehát mindenben segítenek, hogy ez a dolog, amit elkezdünk, vagy amit be éppen belefogunk, ez sikeresen tudjon végbe menni. Remélem, hogy ez az alkalom is egy ilyen sikeres próbálkozás lesz majd, és bízom benne, hogy a tévénk képernyőit néző, kedves nézőink is minél több adománnyal tudnak majd ehhez hozzájárulni. Köszönöm, hogy eljöttél és megosztottad velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ismételten szeretném felhívni kedves nézőink figyelmét, hogy műsorainkat, köztük a Porta magazin összes számát már az interneten is megtekinthetik. Televíziónk honlapján a www.regioplustv.hu oldalon a videó tármenüpontra kattintva. Önök a Porta 28. adását látták, köszönöm, hogy ismét velünk tartottak, várjuk Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!